további intézménybezárásokra, mondjanak inkább igent a helyi iskolákra, óvodákra, a gyermekekre, szülőkre, pedagógusokra, a magyar jövőre. Kérem, támogassák a Jobbik javaslatait. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. A kétperces hozzászólási lehetőség az LMP részéről Osztolykán Ágnes. Képviselőasszony, jelentkezett, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim! A Jobbikos képviselőtársaim által benyújtott javaslat ugyanannak a kérdésnek az egyik részelemére keresi a megoldást, amire az általam benyújtott átfogóbb, nemzeti iskolamentő alapról szóló határozati javaslat. Bár az LMP szerint az ingatlan mutyi csak a probléma egyik aspektusa, de kétségtelenül létező aspektus. Számtalanszor felmerül a gyanú, hogy az iskolák átszervezésének, bezárásának legfőbb célja, hogy az épületet benfentes befektetőknek játsszák át. Szerintünk a Fidesz önkormányzatokat, iskolákat romboló hevületét ez önmagában nem magyarázza meg. Fontos ok, hogy a finanszírozás évek óta egyre csökken, és az is, hogy Matolcsy György meg az üzleti lobby fejébe vette, hogy Magyarországon túlképzés van, nincs is szükségünk ennyi érettségizőre, és főleg egyetemistára. Ez persze szamárság, de a kétharmad, mint tudjuk, nem tűr ellentmondást. Hogy a bezárásra ítélt iskolák épületével való mutizás így vagy másképp érdemesen megakadályozni, arról vannak és lesznek is vitáink. De ha a fideszes többség netán napirendre, pontosabban társsorozatban se hajlandó venni a javaslatot, az azt fogja mutatni, hogy nem igen akarnak az ingatlan panamák ellen fellépni. Az LMP frakció a társsorozatba vételről igennel fog szavazni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. 2 percen megadom a szót Dúró Dorga képviselőasszonynak, Jobbik. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A tavaly beharangozott, illetve megígért forradalmi változásokat követően is azt láthatjuk, hogy a 2011-es év is sajnos az iskola bezárások éve, holott még a költségvetésben külön tételként is kitűzték célul azt, hogy kisiskolák újraindítására fognak elkölteni 300 millió forintot. Nemhogy a kisiskolák újraindítására nem sikerült ezt a pénzt elkölteni, hanem még annál is több iskolát zárnak be idén, amire ez a keret elég lett volna. Tehát, hogyha ezt a keretet teljes egészében felhasználta volna a kormányzat, még akkor sem beszélhetnénk 2011-ről úgy, mint az iskolák újraindításának az éve, hiszen ennél lényegesen több tucat iskolát zárnak be sajnos 2011-ben is, tehát semmilyen forradalmi változás nem történt. A most bezárt iskolák újraindítása, amit a közoktatási törvény megalkotásával esetleg tervez a kormányzat, sokkal több pénzbe fog kerülni, mintha most sikerült volna megmenteni ezeket az iskolákat. Ráadásul a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy több tucat esetben az érintettek, a szülők feljelentést tettek az iskola bezárások törvénytelensége miatt, eljárási hibák megsértésének gyanúja miatt. A költségvetési helyzetre sok esetben sajnos nem lehet hivatkozni, olyan óvodák, illetve iskolák bezárására is sor kerül, amelyeknek a fenntartása az adott város költségvetésének mindössze 1%-át tette volna ki, tehát nem jelent olyan mértékű megtakarítást, ami gazdaságilag indokoltá tenni egy-egy intézmény bezárását. Ezekre a problémákra keres gyógyírt a Jobbik ezen javaslata, és én is kérem, hogy támogassák azt, annak a tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselőasszony! Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Igen. Előterjesztők nevében Hegedűs Lorgántné. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház. Javaslatunkban valóban két dologra próbáltunk volna rámutatni, két része lett volna a javaslatunknak. Egyrészt az, hogy a kötelező önkormányzati feladatoknak legyen területi hatálya, tehát mindenképpen a közigazgatási területen belül kelljen ellátni. Másrészt pedig a kötelező önkormányzati feladatok ellátását biztosító vagyontárgyak forgalomképtelenek legyenek. Ennek alapja az, ugye, hogy tudjuk, hogy az önkormányzati arrendszer finanszírozása arcpirítóan szerény, iskola óvoda fenntartásához a fenntartónak körülbelül 50%-ot ki kell pótolni az állami normatívához, és hát a végletekig kiszolgáltatott, kivérezhetett önkormányzatok
próbálnak minél inkább szabadulni ezen fenntartói gondoktól. Ezzel együtt sokszorosan is a leggazdagabb önkormányzatok döntenek amellett, hogy bezárjanak iskolát, óvodát, és valóban 26 olyan önkormányzati döntésről tudunk, ahol is igenis megsértették az eljárási rendet. Egyelőre még érdemi retorzió nélkül, tehát még a kormányhivatal sem hívta fel ezen törvényességi problémára az önkormányzat, érintett önkormányzatok figyelmét. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy olyannyira nem történt semmi ebben a kérdésben a kormányzat részéről, hogy kormánypárti képviselők nyújtottak be nemrégiben egy olyan törvényjavaslatot az önkormányzati adósság rendezéséről, ahol az van a jelenlegi benyújtott törvényjavaslatban, hogy akár szorgalmi időszakban azonnali hatállyal is be lehet zárni óvodát, meg iskolát, illetve bármilyen más további költségvetési szervet önkormányzatoknál. Kérjük, hogy támogassák ezt a javaslatunkat, ez legalább egy érdemi lépés lehetne, egy iránymutató politikai döntés lehetne az iskolák mentése irányába. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Tisztelt Országgyűlés, most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, tárgysorozatba veszi-e Ferenczi Gábor és képviselőtársai által előterjesztett HPR 2910. sorszámú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés Az Országgyűlés 57 igen szavazattal, 236 ellenében 31 tartózkodással az előterjesztés tárgysorozatba vételét elutasította. Tisztelt Országgyűlés, a Jobbik képviselőcsoportja a házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az Országgyűlés döntsön az Alkotmányügyi Bizottság által elutasított a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi 4. törvénynek az élet és a tulajdon jogos önhatalommal történő védelme érdekében szükséges módosításáról szóló TPER 2752. sorszámú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről. Megkérdezem, hogy az előterjesztők közül kívánja valaki a tárgysorozatba vételimet, kérelmet indokolni, 5 perces időkeretben. Megadom a szót Szilágyi György, Jobbikos képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! Az utóbbi években elszaporodtak azok a személy és vagyon elleni bűncselekmények, amelyekkel szemben a sértettek tehetetlenek, sokszor önmagukat se tudják megvédeni, mert félnek attól, hogy ellenük indul eljárás, bár ők vannak jogos védelmi helyzetben. A büntető törvénykönyv módosítása annak érdekében szükséges, hogy bárki megvédhesse a maga és családtagjai életét, tulajdonát, birtokát, haszonélvezetének tárgyát anélkül, hogy őt magát hurcolnák meg. Ma Magyarországon azt is mondhatnánk, hogy néhány helyen, de sajnos napjainkban az ország jelentős részén mondhatni középkori állapotok uralkodnak. Sorolhatnánk az eseteket, amikor rablóbandák tartják rettegésben a falvakat, az egész településeket, brutális módon támadják meg az embereket, megkínozzák, brutális módon megverik őket, és sokszor ezek az esetek halállal végződnek, és nem egy esetben pár száz forintért, vagy éppen csak kettelésből teszik ezeket a dolgokat. Még az sem tartja őket vissza, hogy önök 2 hét alatt rendet ígértek az országban, úgy néz ki, a bűnözők ezt nem vették komolyan, hiszen semmilyen szankció nincs velük szemben, sőt, még az állampolgárok meg sem védhetik saját magukat. Mindenki emlékszik, gondolom, Szoboszlai Barna esetére, aki semmi más nem csinált, mint a saját kertjét, a saját maga által megtermelt terményét próbálta védeni, árammal ki is rakta azokat a felhívó táblákat, amiről tudták a rablók és tudták a betörők, akik el akarták tulajdonítani az ő javait, hogy ott van, mégis bementek, haláleset lett a dologból, és éppen ezért Szoboszlai Barna került bíróság elé, Szoboszlai Barnát hurcolták meg. Tehát semmi olyan lehetősége nincs az embereknek, amivel megvédhetnék magukat. Az alaptörvény vitájában
ugye Lázár frakcióvezető úr is elmondta, hogy mennyire fontosnak tartják önök a tulajdon és az élet védelmét, és ezt majd január 1-től sarkalatos törvényekben fogják szabályozni. Mi akkor is elmondtuk, hogy nincs idő január 1-ig. Az emberek most is szenvednek, az emberek már most is szeretnének változásokat, és azt szeretnék, hogyha megvédhetnék saját magukat, megvédhetnék családtagjaikat, és megvédhetnék azokat az értékeket, amiket az évek nehéz munkájával szedtek össze. Éppen ezért benyújtottuk ezt a törvényt, amely törvény kimondja, hogy nem büntethető, akinek a cselekménye a saját, illetőleg a mások személyi javai vagy közérdek ellenintézet, illetőleg ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás esetén, vagy tulajdona, birtoka, vagy haszonélvezetének tárgya ellenintézet jogtalan támadás elhárítása érdekében, illetőleg az ingatlan területére történő jogtalan belépés megakadályozása érdekében védekezik, és nem kell mérlegelnie, hiszen az a furcsa helyzet van, hogy jelen pillanatban a jogos védelem az, ami leginkább megnehezíti a védekezést. Hiszen egy támadó, egy betörő, a gyilkos, a rabló mindig előnyben van. Tudja, hogy kit, mikor, hogyan, milyen eszközzel támad meg. Az éjszaka leplő alatt nem várható el az áldozattól, hogy ilyenkor mérlegeljen. Mérlegeljen, hogy éppen a rátámadó embernél kés van, akkor ő is késsel védekezik, ha éppen a rátámadó embernél bézbólütő van, akkor ő is bézbólütővel védekezik. Ez nem megfelelő, hiszen így hátrányban vannak azok, akik az áldozatok. Ha valaki belép másnak a portájára rossz szándékkal, akkor ott igenis ne kelljen mérlegelni a tulajdonosnak, ne kelljen azt mérlegelni, hogy milyen sérülést okozhat egy támadónak, ott igenis védhesse meg a saját tulajdonát. Ezért nyújtottuk be ezt a törvényjavaslatot, és azért kérem önöket, és azért is bízom abban, hogy esetleg a tisztelt ház most társsorozatba veszi, hogy vitassuk meg, legalább adják meg a lehetőséget az embereknek, hogy megvédhessék saját magukat, és ami miatt bízom, hiszen a bizottsági tárgyaláson azt az érdekes eseményt élhettük át, hogy ugye az előterjesztés után a szavazásra került a sor, és a fideszes képviselők nagy része felemelte a kezét. Majd amikor azt látta, hogy Bajsa István nem emeli fel a kezét, akkor gyorsan letette. Tehát azt szeretném kérni önöket, hogy a lelkiismeretükre hagyatkozva azt mérlegeljék, hogy mit várnak el önöktől a választók, akik ide juttatták önöket. Ezek a választók azt szeretnék, hogy megvédhessék saját magukat. Kérem önöket, hogy támogassák ennek a törvénynek a társsorozatba vételét. Vitázzunk róla a házba, és alkossuk meg a lehető legjobb törvényt annak érdekében, hogy az emberek megvédhessék saját magukat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm, képviselő úr. Az MSZP részéről Bárándi Gergely képviselő úr kíván élni a 2 perces felszólalás lehetőségével. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Szakmai alapon szeretném az előterjesztést megközelíteni. Azt tudom rá mondani, hogy ami ide le van írva, az nem az, amiről képviselőtársam az előterjesztésben beszélt, hiszen önök annyiban kívánják módosítani a jogosvédelem törvényi tényállását, hogy az a tulajdon, a birtok vagy a haszonélvezett tárgya ellen intézett jogtalan támadás elhárításához legyen szükséges. Tehát az, amiről ön beszél, az most benne van már a BTK-ban. Mi egyébként teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy a jogosvédelemnek a lehetőségeit tágítani kell, egyre inkább tágítani kell, hiszen valóban nagyobb érdek fűződik ahhoz, hogy több joga kell, hogy legyen a védekezőnek, mint a jogtalanság talaján állónak. Ezzel egyetértünk, ezért is egyébként alakul, és számunkra elfogadhatóan és üdvözlendően alakul a bírói gyakorlat, amelyik egyre inkább a védekező oldalára áll. De egyébként mi is eszközöltünk olyan törvénymódosítást az elmúlt időszakban, ahol például a jogos védelem minőségi túllépése esetén, ha az menthető felindulásból származik, akkor a korábbival ellentétben már nem a korlátlan enyhítés lehetősége áll fenn, hanem nem büntethető a védekező. Ugyanígy én nagyon komolyan érveltem a kodifikációs bizottságban annak idején amellett, hogy a szükségesség fogalma helyett vagy mellett ne kerüljön be az arányosság a büntető törvénykönyve, mint kritérium, hiszen ez szűkíteni egyértelműen a védekezés lehetőségét. Azonban
úgy gondolom, hogy a szükségesség fogalma az lehetővé teszi azt is, amiről ön beszél, képviselő úr, hogy az arányosnál lényegesen erősebb elhárító magatartást tanúsítson a védekező, azaz például egy tulajdon elleni, akár például szabálysértés esetén a testi épség ellen irányuló elhárító magatartást tanúsítson. Azt azonban elvi alapon utasítjuk el, hogy erősebb joga legyen a jogos védelemre annak, aki mondjuk a tulajdonát védi, mint aki testi sértés miatt támadnak meg, tehát ilyen szándékkal, vagy mondjuk erőszakos közösülés szándékával támadnak meg. Tehát a lehetőség most is fennáll, ez pedig én azt gondolom, hogy érdemi előrelépést nem jelent, hogyha úgy gondolja, hogy egy más módosítóval szakmailag megalapozottabban ezt tudja javasolni, akkor ezt fogjuk támogatni. Köszönöm szépen. 2 perc. Igen, megadom a szót Volner János, Jobbikos képviselő úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát ideje végre tisztázni képviselőtársaim, hogy mit szeretnénk. A Jobbik a rendpártja, a Jobbik rendet szeretne, és úgy gondoljuk, hogy épp itt az ideje, 2 évtizeddel a rendszerváltás megtörténte után, hogy a magyar állam világosan állást foglaljon abban a kérdésben, hogy kinek az oldalára kíván állni. A rendbontók oldalára áll, és törvényekkel fenyegeti a saját magát, családtagját, tulajdonát, birtokát védő polgárt, vagy a bűnözőket mentegeti, ugyanúgy, mint ahogy láttuk az elmúlt 20 évben. Ugyanúgy, mint ahogy 1999-ben megélhetési bűnözés körébe sorolták a fideszes képviselők, és megduplázták a bűncselekmény szabásértési értékhatárát lopás esetén. Ugyanezt megcsinálták a szocialisták 2007-ben, tehát az elmúlt 20 évben ebben a tekintetben különösebben nagy különbség önök között nem volt. Én azt kérem, hogy gondolják végig. Sikeres nemzetközi példák egész sora mutatja azt, hogy a bűnözőkkel szembeni hathatós föllépés az, hogy a polgároknak gyakorlatilag nagyobb jogosítványokat adunk önmaguk, birtokaik, tulajdonuk megvédésére, mint amit eddig élvezhettek, az bizony egy előremutató kezdeményezés, nem utolsó sorban a társadalom igazságérzetével egybeeső javaslat. Én ugyanis azt javaslom, képviselőtársaim, nézzenek szét az országban. Amikor a szocialisták az SZDSZ-szel együtt kormányoztak, akkor a társadalom igazságérzetét mélyen sértő lépéseket tettek, folyamatosan a bűnözőket mentegették, folyamatosan az volt a magyarázat, hogy egyes emberek kisebbségű származásuk miatt kerülnek bajba, és a hatóság üldöztetése elé. Én azt kérem önöktől, hogy fontolják meg azt, hogy kívánnak-e szakítani az elmúlt 20 év ilyen jellegű gyakorlatával, vagy tovább folytatják, és e szerint szavazzanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megkérdezem, az előterjesztők kívánnak-e válaszolni az elhangzottakra. Igen, Szilágyi György képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Várándi Gergely elmondta egyetlen egy mondatával az eddigi hozzáállását a szocialista kormányoknak. Azt mondta, hogy egyre inkább a védekező oldalára áll a törvény. Mi az, hogy egyre jobban a védekező oldalára áll? Aki megtámadnak, aki az áldozat, annak az oldalán kellene lenni egyfolytában, nem egyre inkább odaállni. Pontosan azt szorgalmazza ez a törvény, és pontosan azt szeretnénk, hogy ebben az országban végre az áldozatoknak legyenek jogai, és ne a bűnözőknek. Éppen ezért, hogyha ön úgy gondolja, hogy szakmai kifogásai vannak ezzel a törvénnyel kapcsolatosan, akkor egyszerű, most a tárgysorozatba vételről döntünk, önök is szavazzák meg, és nagyon szívesen vesszük az ön szakmai hozzászólásait ehhez a törvényhez, amiket hozzá szeretett tenni. Valóban új elem, hogy a jogos védelem túllépésének szabályai is átalakításra kerülnek, és a védelem körében kifejtett magatartás, ugyanis akkor is tolerándó, ha az a támadónak sérülés vagy halált okoz, figyelemmel arra, hogy az élet kioltását természetesen el kell kerülni mindenféleképpen, és még ami nagyon fontos, hogy garanciális elemeket is beleraktunk ebbe a törvénybe, ugye az elkövetőt az összhangban a rendőrségi törvénye és a büntetőeljárási törvény szabályozásával csak a támadás megszűnéséig, illetve a hatóság kiérkezéséig lehet visszatartani, és lehet a jogos védelem kizárólag eddig az időpontig tarthat, de ez egy nagyon-nagyon fontos és lényeges törvény lenne, ezért
még egyszer mondom, szavazzák meg, és utána szakmailag tegyék hozzá azt, amit önök szeretnének, és erre kérném egyébként a fideszes KDNP-s kormánytöbbséget is, kérem önöket, szavazzák meg ezt a, adják meg ezt a lehetőséget, hogy a tisztelt ház előtt vitatkozhassunk és tárgyalhassunk erről a törvényről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, tárgysorozatba veszi-e Apáti István és Szilágyi György által előterjesztett TPER 2752. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés 42 igen szavazattal, 267 ellenében, 2 tartózkodással az előterjesztés tárgysorozatba vételét elutasította. Tisztelt Országgyűlés, az LMP képviselőcsoportja a házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az Országgyűlés döntsön az Oktatási Bizottság által elutasított a Nemzeti Iskolamentő Alapról szóló HPR 3210. sorszámú határozati javaslat tárgysorozatba vételéről. Megkérdezem, hogy Osztolykán Ágnes képviselőasszony kívánja-e, már nem is kérdezem, megadom a szót Osztolykán Ágnes képviselőasszonynak, 5 perces időkeretben a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az LMP által felállítani javasolt Nemzeti Iskolamentő Alap legfőbb célja, hogy segítséget nyújtson a finanszírozási nehézségekkel küzdő iskolafenntartó önkormányzatoknak, hogy pusztán anyagi okokból ne kelljen bezárniuk iskolákat, kollégiumokat. Az alapból, amely egyfajta oktatási önhiki, vissza nem térítendő támogatást kaphatnának azon önkormányzatok, amelyek 2011. május 15-ig kezdeményezték egyes oktatási intézményeik bezárását, összevonását, átszervezését vagy más fenntartónak való átadását. De vállalják, hogy a támogatás igénybevétele esetén az általuk fenntartott általános iskolát, középiskolát, szakiskolát vagy kollégiumot a támogatás igénybevételét követően 3 évig nem szüntetik meg, nem vonják össze más intézménnyel és nem adják át más fenntartónak. Tisztelt kormánypárti képviselőtársaim! Nem azt kérjük, hogy szó szerint fogadják el a javaslatot, ahogyan benyújtottuk, hanem hogy tárgyaljuk meg a javaslatot, hogy vegyék napirendre. Ha például nem értenek egyet a megjelölt 500 millió forintos büdzsével, módosítsák az összeget, módosítsuk a forrásokat, állunk elébe. De ne söpörjék le a javaslatot. A Páholyból a szülők és a gyerekek képviseletében a budapesti Janikovszki és a kaposvári Toldi iskola szülői szervezetének tagjai figyelik most a munkánkat. Ne okozzanak nekik csalódást azzal, hogy azt teszik, amit az Oktatási Bizottság fideszes többsége tett, mely még azt sem támogatta, hogy ezen határozati javaslat az Országgyűlés elé kerüljön. Kaposvártól Budapestig, Bonyhától Kistarcsáig, Székesfehérvártól Kazincbarcikáig és Szombathelyig sok ezer szülő, gyerek és pedagógus tiltakozik, a jobbára nem a gyerek létszám csökkenésével, sem más észszerű okkal nem indokolható iskolabezárások, intézmény átszervezések ellen. Ideje, hogy a Magyar Országgyűlés is meghallja a szülők, a szülői közösségek, a gyerekek és a pedagógusok hangját. A Fidesz kormány cserben hagyta az iskola fenntartó önkormányzatokat. Közülük most országszerte sokan kényszerűségből válnak meg az iskolájuktól, hiszen a közoktatási normatívák, ahogyan eddig, úgy jelenleg sem elégségesek az intézmények finanszírozásához, miközben az újabb és újabb megszorítások miatt tovább szűkül a mozgástér. A bezárásra ítélt középiskolák, kollégiumok esetében azért is hangos a szülői tiltakozás, mert az érintett intézmények többsége nagy kihasználtsággal működik. Nincs szó gyermekhiányról. Ráadásul számos esetben törvénysértések történtek, például a Janikovszki és a Toldi esetében is. A legkirívóbb egyébként az esztergomi eset, ahol képviselőtársunk Megyes Tamás és a képviselőtestület többi fideszes tagja egy olyan ülésen döntött az intézmény bezárásokról, amely még a megyei kormányhivatal szerint is alkotmány ellenesen lett összehívva. Mi viszont tudjuk azt, hogy tévedni emberi dolog. Aki hibázott, annak adjunk lehetőséget a korrekcióra. Ehhez is segítséget nyújthat az alap. Ne tagadjuk meg ezt a segítséget Megyes Tamástól.
mi az LMP részéről készek vagyunk megadni ezt a támogatást Medgyes Tamásnak, Szita Károlynak és az összes többi fideszes városvezetőnek. Szolidárisak vagyunk velük, legyenek önök is azok. Ez az átmeneti megoldás, tehát időt adna a kormánynak, hogy az év végéig teremtsen meg egy igazságos és kiszámítható oktatásfinanszírozási rendszert, a települések és budapesti kerületek vezetőinek pedig garantálná, hogy egyikük se kényszerüljön akarata, a gyerekek, a szülők, a választók akarata ellenére megválni jól és megfelelő kihasználtsággal működő iskolájuktól, középiskolájuktól, kollégiumoktól. Mielőtt szavaznak, gondoljanak a munkánkat árgus szemekkel figyelő szülőkre és diákokra. Ne okozzanak nekik csalódást. Emelkedjenek felül pártpolitikai érdekeken, hiszen ez nemzeti ügy. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselőasszony. A Jobbik részéről Dúró Dóra képviselőasszony kíván élni a kétperces lehetőséggel. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az LMP javaslata ugyanarra a problémára keresi a megoldást, amire a Jobbik is nyújtott be saját javaslatot. Ebből is gondolhatják, hogy 100%-ban természetesen nem értünk egyet az LMP-s előterjesztéssel, mégis olyan fontosnak tartjuk ezt a kérdést, hogy minden megoldás érdekel minket, ezért fogjuk támogatni annak a társsorozatba vételét. Itt egy 500 millió forintos keretösszeg felhasználásáról lenne szó elsősorban, ez az anyagi vonzata ennek az előterjesztésnek. És itt szeretném elmondani azt, hogy a Jobbik már a költségvetéshez, a 2011-es költségvetéshez is nyújtott be módosító javaslatot, ami a kormányzat által előzetesen tervezett 300 millió forintos keretösszeget megnövelte volna, illetve meg is növelte 46 millió forinttal, ugyanis ezt támogatta a kormánytöbbség. Azonban elképedve kellett tapasztalnunk, hogy ezt a módosításunkat elfújta a szél, ugyanis a Szélkálmány terv ezt gyakorlatilag zárolta, tehát az a megszorítás, amit ez a terv jelent Magyarországnak, az a megszorítás bizony érinti egyrészt a Jobbikos módosító javaslatot is, másrészt pedig a kisiskolák újraindítására szánt összeget is. Tehát itt is azt kell elmondani sajnos, hogy nemhogy jó befektetésként és a jövőbe tett befektetésként értékeli a kormányzat a kisiskolák újraindítására szánt pénzt, hanem a gazdasági megszorítás is érinti ezt a területet. A Jobbik, még egyszer mondom, támogatja az LMP javaslatát, és kérem, hogy önök is tegyék ezt. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselőasszony. 2 percre megadom a szót Lampert Mónika képviselőasszonynak, MSZP. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Nagyon fontosnak tartja az MSZP képviselőcsoport azt, hogy az LMP-s indítványnál az előterjesztő képviselőasszony jelezte a nyitottságát, hogy tárgyalni akarnak erről a témáról. Ez egy lehetséges megoldás, amit most az LMP ebben a beterjesztésben javasol, de nyitottak minden értelmes párbeszédre és konszenzussal való döntéshozatalra, ami segít ezt az áldatlan helyzetet valamilyen módon megoldani. Kaposvári országgyűlési képviselőként természetesen a Toldi iskola ügyét ismerem közelebbről és legjobban, és azt szeretném elmondani, hogy azok a szülők, akik ma elkeseredésükben már a legkeményebb eszközökhöz és a tiltakozásnak radikális formájához nyúlnak, azaz a saját egészségüket is veszélyeztető éhségsztrájkról döntöttek. Hozzáteszem, én személyesen féltem az egészségüket, de remélem, hogy vigyáznak rájuk a doktorok. Ennek az az oka, hogy a fideszes többségű önkormányzat egyszerűen nem volt velük hajlandó érdemi párbeszédre. Nem volt velük hajlandó tárgyalni, minden határidőt trükkösen kijátszva úgy hazudozták végig az önkormányzati ülés előtti időszakot, hogy folyamatosan azt hangsúlyozták, hogy ezt az iskolát nem fogják bezárni. Mégis a határozati javaslat, az önkormányzati határozati javaslat első mondata úgy szól, hogy a Toldi iskola megszűnik. Igaz, ez majd csak úgy, erre úgy kerül sor, hogy csendes halálra ítélik, mert egyébként az az iskola, ami jogilag megszűnik, aminek persze a gimnáziumi részének és az általános iskolai részének
a jogutódlásról is gondoskodnak, az már önmagában halálra van ítélve. És azért szégyen teljes ez a dolog, mert semmilyen szakmai érvek ezt nem támasztják alá. Semmilyenek, semmilyen mutató. Osztolykán képviselő asszonynak ebben teljesen igaza van. Köszönöm szépen. Köszönöm. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni az elhangzottakra. Osztolykán Ágnes képviselőasszony jelzi, hogy nem. Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatal következik. Kérdezem, a tisztelt Országgyűlés tárgysorozatba veszi-e Osztolykán Ágnes által előterjesztett HPR 3210. sorszámú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés 77 igen szavazattal, 229 ellenében 4 tartózkodással az előterjesztés tárgysorozata vételét elutasította. Tisztelt Országgyűlés, az LMP képviselőcsoportja a házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az Országgyűlés döntsön a Fenntartható Fejlődés Bizottsága által elutasított a veszélyes és ipari hulladék depóniák felülvizsgálatáról és az országos környezeti kármentesítési programról.